Sziasztok, ez itt a Bögre Overwatch PV Péntek 31. epizódja is. Egyébként a legeslegutolsó rész következik. Egy olyan hős jön most, aki igazából eredetileg nem is volt benne a tervekben, és nem is a helyén szerepel, hiszen Baptiste lesz a mai hősünk, B betűvel kezdődik. Régen túl kellett volna rajta esni, csak hogy Baptiste azután jelent meg jóval, hogy elhagytuk a B betűt, ezért kerül ő rám most a sor, ő pedig az Overwatch legújabb hőse. Baptiste nagyon-nagyon nagy százalékban egy support és egy nagyon kicsit damage-el. A damage-et azt így csinálja, azzal a fajta puskával lő, vagy nem is tudom, ez hogyha gépfegyverre, amelyik egyszerre hármat tud magából kiadni három golyót. Ez a három golyós rendszer fogja őt segíteni a győzelemben. Szinte biztos vagyok benne, hogy belehallatszott a macska nyávogása, de ne aggódjatok, minden rendben van, csak nem tetszik neki a kaja, amit kapott. Baptiste-nak ezen túl pedig a másik gombbal tud egy olyasmit csinálni, ami segítségével meggyógyítja a szövetségest, ilyenkor ezt is projectorként lövi ki, mint ahogy Ana, csak ő inkább ilyen gránátban gondolkozik. Ennek a két fegyvernek két különböző helyről jön a golyó, tehát azt jelenti, hogy igazából az egyiket még lehet használni attól függetlenül, hogy a másik már kifogyott. És a következő még két képesség van, amiről beszélnék, az egyiket most megmutatom, látjátok, hogy meg fog halni. Nem fog! Ha-ha-ha-ha, életben hagytam! Amint lerakom ezt az Immortality Field nevű cuccot, onnantól kezdve, aki belül van ezen a mezőn, az nem tud meghalni. Sebződni ugyanúgy tud, viszont az élete permanensen 40-en marad, amíg ez a cucli aktív és létező dolog. Az más kérdés, hogy azt a cuccot le is lehet szedni, le is lehet lőni, és erre igazán figyelni kell, ezt ide ledobom. És látjátok, hogy van neki külön életereje, ami most rosszul látszik, most jól látszik, így. Yep. Amikor pedig minden kötél szakad, akkor benyomom a shiftet, és már is nagyon picit, de gyógyítottam a szövetségeseken és önmagamon is. Ez egyetlen gyógyítási módja Baptiste-nak, ami vonatkozik önmagára is. Aztán van neki egy ilyen képessége is, amiről mindig elfeledkezem, hogy ő tud magasra ugrani, a kontrollt kell nyomva tartani, a kis ujjal, vagy ilyesmi, és utána pedig a space-szellel kell kilőni az végtelenbe és tovább. Most ez nem sikerült jól, de értitek, ennek nincsen cooldownja, úgyhogy gyakorlatilag bármennyiszer lehet használni egymás után, és megint nem sikerült. Na mindegy. Ezek tehát az ő képességei, és mutassuk be még azt is, hogy mit tud az ő ultia. Ezt kivételesen nem ott fogom tenni, hanem itt fogom tenni, ugyanis az ő ultia felerősíti az összes rajta áthaladó szövetséges lövését. Most megvárjuk, míg respawnol az egység. Tehát látjátok, hogy alapból mennyit sebez, nem látszik, de a lényeg, hogy sokkal többet fog sebezni, amint elkezdi azon átlőni. De az én lövéseimet is felerősíti. Ez eléggé egyértelműen látszik innentől kezdve. Úgyhogy ez baromi hasznos dolog, és nagyon-nagyon nehéz jól ellőni. Ő tehát Baptiste, a legújabb hős, és akkor lássuk, hogy hogyan működik a gyakorlatban. Íh, nem érem el. It's fine. Lehet, hogy azt mondtam, hogy Baptiste a 31. hős, de a valóság ezzel szemben az, hogy ő még csak a 30. kicsit előre siettem, de semmi gond nincsen innentől kezdve ezzel, ahogy a 30. hős. Szóval, it's fine. It's fine. Baptiste számolását tekintve francia, és most ennek ellenére a Blizzard, nem tudom mire ennek ellenére, a Blizzard World-ön fogunk kezdeni vele, és már benne is vagyunk a csata közepében. A Blizzard World Amerikában játszódik, úgyhogy végül is mondhatjuk, hogy ennek ellenére. Na én Baptiste-tal úgy éreztem, hogy amúgy egy tök jól kitalált karakter, és meglepő módon kompakt is, ahhoz képest, hogy minden van benne, mint Marini tökös mákos rétésében. Tehát ő egyrészt ugye tud sebezni is, de nem feltétlenül az az erőssége. Inkább mondjuk azt, hogyha minden kötél szakad, akkor sebezhet, bár most itt éppen sikerült lelőnöm a Genjit, de nem, tényleg nem, ne erre használjátok, könyörgöm. Nem olyan, mint Moira, akit lehet használni sebzésre, meg lehet használni nem sebzésre is. Nyilván, hogyha valaki nagyon pontos, akkor tök jól tudja használni a Baptiste-ot arra, hogy, ja, hogy sebezzem, de amúgy inkább arra való, amit most láthatjátok, hogy életben tartani a szövetségeseinket. Amúgy ez a cucc, amit kinyúlt balról, ez a hátizsákából kinyúló akármicsoda, ez tiszta Death Stranding. Nem is tudom, melyik volt hamarabb, talán a Death Stranding hamarabb volt, de nem hiszem, hogy egymástól lopták volna, ez csak ilyen véletlen egybeesés, hogy mindenkinek pont ugyanez az eszébe, de nagyon fun kis dolog, főleg van egy olyan animáció, amelyikben még funabb lesz. Hát Baptiste amúgy az esetek, mondjuk úgy, hogy 90%-ában háttal van az akciónak, a háttal van annak, amerről az ellenség jön, és figyeli, hogy hogyan tudná életben tartani a szövetségeseit.
És erre nagyon sok eszköze van. Tehát gyakorlatilag három eszköze is van az életben tartásra, ami azért nem gyenge. Az első eszköz az nyilván az, amit most is láthattok nagyon erősen, hogy ez a gránátvető, gyógyító gránátvető, ami egy tök érdekes koncepció, hogyha hozzáveszünk, hogy ez létezik Ashnél is, nem, Annánál is, csak ő neki tápcsövesben. De ugyanaz, annyi, hogy ennek splash idézőjelben damage-et, tehát splash gyógyítása van, tehát értek. Nem egy valakit, hanem több valakit is lehet egyszerre gyógyítani vele. Akkor működik egyébként jól Baptiste, és ez nagyon fura, tekintve, hogy most mi mostanában a meta, a Goatsnak köszönhetően, hogy mi volt eddig a meta. Ugye a Goats az arról szól, hogy egy ilyen nagy death ballba gyűlnek össze az emberek, és összességében azért az Overwatch nem feltétlenül mindig arról szólt, hogy egyetlen egy helyre gyűjjön össze mindenki, de ehhez képest a legújabb hős, a Baptiste meg kifejezetten akkor erős, hogyha mindenkit megtalál egy helyen, hiszen a gyógyítása a splash damage-ként működik, tehát az a jó, hogyha minél több egységet ér egyszerre, és annál többet ér egyszerre, minél többen vannak egy helyen, ezt szerintem nehéz belátni. A másik a különleges képessége, a másik két különleges képessége is olyan, az egyik a gyógyítás, ez a gyors gyógyítás, ami minimálisan gyógyít, de az is valamennyit azért segíthet. Az is akkor jó, hogyha körülötte sokan állnak. És az Immortality Field is akkor működik, hogyha oda be tudnak futni a közelből a szövetségesek és a barátok. Látod, hogy az előbb Farah ultizott egyet, egész meccsen nagyon-nagyon idegesítő lesz Farah, és nagyon idegesítő volt Farah. Nem tudom, hogy most van-e valami új meta, aminek következében nagyon sok Farah van, de ebben a mai részben kifejezetten sokat fogtok látni. Főleg úgy, hogy csak három epizód lesz ez a mai, ha minden igaz. Négyet vettem föl, de aztán végül csak három jutott el a végső vágásig, így ebbe az utolsó részbe. Valószínűleg utolsó rész, még nem vagyok teljesen biztos benne, de valószínűleg az utolsó rész. Gondoltam egy olyanra, hogy esetleg még összegyűjteni az összes Play of the Game-et, amit itt láthattatok egy nagy videóba, és azt így megmutatni, de... És akkor közben alatta így összegezni, hogy mit éreztem, amíg játszott, most ezután, hogy végigjátszottam az összes hőst, nem tudom, erre van-e igény, jelezzétek természetesen. Itt amúgy kifejezetten jó volt ez a meccs, mert látjátok, hogy azért az egységek, vagyis a barátok nagyrészt egy helyre próbáltak állni, mindenki egy csomóban volt, és így Baptiste kifejezetten jól tudtam érvényesülni. 8 másodperc van hátra, ott van egy szombra, de aztán már, mire kimondom ezt, nincs is ott annyira. Jön még valamilyen egy ulti, de igazából ez már nem most nem szoroz. Ezzel megvan az első győzelem. Egyébként a skin, amit használok ebben a két meshben, ez a Desert Soldier, vagy ilyesmi skin, nagyon tetszik, én nagyon-nagyon szeretem. De nyilván nem ez a legjobb skin ever, azért van jobb skin is hozzá. Nem tudom, miért beszélek skinekről, eddig annyira nem volt fontos, most se kéne, hogy az legyen. Úgyhogy térjünk vissza inkább a védekezésre is, hogy mik történnek itt. Látható, hogy van rajtam kívül egy másik support is. Brigitte szemében. Hogyha esetleg a jövőben nézitek ezt a videót, akkor tudjátok, hogy ez még azelőtt került, ahogy a sorozat összes része, azelőtt került felvételre, hogy bevezették volna a roll lockot, azaz itt még össze-vissza lehet annyi support, annyi tank, annyi DPS, amennyi igazából mindenki azt választ, amit akar. Most kifejezetten, ha jól nézem, akkor a supportból megvagyunk. Az más kérdés, hogy tankokat nem nagyon látok, de lehet, hogy csak azt hiszem van egy díva valahol, de ebben nem vagyok teljes egészében biztos. Inkább mondanám azt, hogy nincs elég belőle. Egyenlően jól tartjuk itt a helyet, 3 perc van még hátra, és nem igazán tudtak átjönni az első kapun, ami talán a legnehezebb pontja ennek az Anubisnak, ami amúgy is, ott van a díva, ami amúgy is tele van choke pointokkal. De egyenlően tudtak ezen átjönni. Beszéljünk kicsit az Immortality Fieldről, mert talán ez volt a legnagyobb durranás abban, hogy amikor bejelentették a Baptiste-ot és az ő képességeit, akkor talán az Immortality Field kapta a legnagyobb figyelmet, és azt tűnt a legérdekesebbnek, meg különlegesebbnek, meg OP-bnek. Ez egy nagyon rosszul lerakott ult egyébként. Nagyon-nagyon rosszul, ilyet ne csináljátok. Jó volt, hogy leraktam kicsit, de az, hogy pont akkor lőttem el, amikor még állt a Symmetra-nek a fala, az borzasztó volt, vagy energiamezője, vagy akármi is. Szörnyű volt. Amúgy is nagyon nehéz ezt az ultit jól lerakni, de erről majd picit később visszatérünk. Most ugye el akartam kezdeni beszélni az Immortality Fieldről. Na ez nagyon az a trükkje, hogy kicsit át kell az embernek állítani az agyát, meg az, hogy hogyan gondolkozik ezekről a dolgokról. Mert az Immortality Fieldet nem
nagyon sokszor rosszul lőttem el. Nem úgy kell előni, hogy mint hogyha valami olyasmi, ami gyógyítaná az egységeket. Ezt akkor kell előni, amikor mindenki a halál szélén van. Most például azért dobtam be, hogy a Bobot megállítsuk. Nem volt rá feltétlenül szükség, de értitek. Ez elsősorban ultik ellen érdemes, és akkor is nagyon jól akkor tud működni, hogyha van az egész csapat egy helyen van, és mindenki be tud oda szaladni, felteszem, meghalljuk, hogy Fire in the Hole, vagy meghalljuk, hogy Nerf This, és azonnal ledobni ezt a cuccot, mindenki beszalad alá, és lehet, hogy mindenkinek lemegy az élete 40-re, de életben maradnak, és utána el lehet kezdeni őket felgyógyítani. Szóval, én érzem, hogy a Baptist az így tök jól tud működni, és tök jól tudja egymás után csinálni a képességeit. Ugyanakkor nem gondolom, hogy ez az Immortality Field túlságosan OP lenne, amit talán a legnagyobb félelem volt, hogy túlságosan OP lesz. Ugyanis az egyik dolog az az, hogy a csata sűrűjében egyrészt nagyon nehéz számon tartani azt, hogy meddig fog még kitartani. És amikor vége, akkor gyakorlatilag egyetlen egy kószagolyó eltalál, és véged van. Amint lejár az Immortality Field, igen, a képernyőn, a UI-on lehet látni, hogy az Immortality Field aktív, viszont nagyon nehéz a csata sűrűjében ezt figyelemmel kísérni, és gyakorlatilag amit tenni kell ilyenkor, az, hogy folyamatosan gyógyítani a mindenkit, annak ellenére, hogy esetleg nem ez diktálja józan ész, de folyamatosan gyógyítani kell, mert amint eltűnik az Immortality Field, oda minden előny, amit az Immortality Field adott, úgyhogy erre aztán tényleg kifejezetten ügyelni kell. A másik, hogy ezt az Immortality Fieldet borzasztó egyszerűen le tudják lőni. Tehát igazából tényleg, nyilván nem borzasztó egyszerűen, de azért viszonylag kevés ideig tűri ez a lövéseket, és hogyha arra számítasz, hogy ez ki fog tartani mondjuk 5 másodpercig, vagy nem is tudom meddig tart, akkor you're gonna have a bad time, mert nem biztos, hogy ki fog addig tartani. Itt nagyon, nagyon megtámadtak minket, nem tudom láttátok-e, de az elején rögtön leszettek tőlünk valakit. Azt hiszem, az itt volt. Immortality Field-el próbáltunk kijönni. Az Immortality Field jó lehet arra, hogy chokepointokon átvigyen embereket, de nem feltétlenül ez az elsődleges használata. Hogy mi az elsődleges használata, az egy kiváló kérdés, mert még nem feltétlenül sikerült rájönnöm. De az tény, hogy nagyon, nagyon érdekes mechanizmus, és egyáltalán nem OP. Egyébként azért van most csak 3 rész, nem, 3 meccs, mert úgy érzem, ugye volt erről szó korábban is néhány korábbi karakternél, mondjuk Mercynél, hogy Baptist kifejezetten nem az a karakter, akivel látványos killeket lehet mutatni. Nem feltétlenül az a karakter, akivel látványos killeket lehet mutatni, viszont folyamatában nagyon sokat dolgozik. Nagyon sok háttérmunkát végez a harcmező közepén is akár, és ezt nagyon jól kijön, hogyha nem szedem szét az action-t, nem csak arra koncentrálok, mikor valami kill sikerült végrehajtania, hanem mutatom folyamatában, hogy mikor, merre haladtam, kit próbáltam gyógyítani. Látjátok, hogy azért elég jól működik ez a gyógyítás, hogyha az ember kicsit odafigyel, nem úgy, mint ez az ulti, ami megint nem volt feltétlenül jó. Az ulti az kifejezetten gyenge. Nyilván, hogyha ez is olyan, ami a choke pointok ellen tud nagyon jól működni, illetve choke pointokon tud nagyon jól működni. Igen. Kifejezetten igaz arra, hogy a choke pointokat elég jól be lehet ezzel venni, és most először a videó 10. percében láthatjátok, hogy használom az ugrásos képességet. Ezt abszolút nem használtam ki, de még erről nincs szó, most az ultiról beszéltem, úgyhogy beszéljünk az ultiról továbbra is. Kifejezetten gyenge, és nagyon érdekes döntés egyébként, hogy az Immortality Field az nem ulti, hanem helyette ez a Matrix, akármicsoda az ultia a Baptistnak. Érdekes döntés. Nem feltétlenül tudom, hogy miért itt történt, de biztos van valami jelentősége, vagy nem is tudom. Kitalálták ezt okosan a Jeffék, úgyhogy nem tisztem nekem feltétlenül megkérdőjelezni, hogy mégis mi az Isten csinálnak, mert biztos jobban értenek hozzá, mint én. És akkor miről akartam beszélni még? Az ugrásról? Igen, az ugrás elvileg ugye arra jó, hogy a support karaktereknek jó, hogyha ha átlátják a harcmezőt. És ezért magasból tudnak jól működni, elvileg. Annánál ez igaz, abszolút igaz Annánál, és még talán Moiránál is valamennyire. A többit azt hagyjuk, Brigittnél nyilván nem. És úgy érzem, hogy itt sem feltétlenül igaz. Mert ahogy mondtam, ahogy beszéltünk róla korábban,
a Baptiste az kifejezetten olyan karakter, aki a tömegben bent működik. Tehát ki lehet őt hozni, meg lehet vele felmenni az égbe, de az az igazi, hogyha ott vagyunk bent a harc sűrűjében, csak éppen nem a közelharcra, és hát nem arra koncentrálunk, hogy a közelharcban legyőzzük az ellenfelet, hanem hogy közelharcban életben tartsuk a barátokat. Ez nagyon érdekes fordítása ahhoz képest, amit általában látunk ebben a játékban. Persze lehet azt mondani, mert nyilván lehet azt mondani, hogy köszönhetően ennek a gránátvetőnek igazából távolról is nagyon jól tud működni a gyógyítás. Ezzel csak az a probléma szerintem, vagy azért nem feltétlenül értek ezzel egyet, mert hogyha ott vagy közel, akkor amíg kilövöd azt a lövedéket, az egy másodperc alatt ott van a szövetségesnél. Itt látjátok, hogy mennyire él amúgy túl Baptiste, hogyha egyedül van, semennyire. Szóval azonnal ott van a szövetségesnél, azonnal meggyógyítja. Viszont, hogyha nem, hogyha messziről próbálod, akkor lehet, hogy egyrészt elmozog, mire odaér ez a lövedék, ami viszonylag lassú lövedék, tehát nem olyan, mint Annának a sniper lövése. Másrészt pedig, amíg odaér, addig nem igazán tudsz mit csinálni. Nyilván tudsz, de ez nem feltétlenül így működik. Úgy lesz egy tök okos dolog, Ash megpróbálja becsalogatni ide az egyik, úgy látom, hogy Reaper-t, hogy tudjon rálőni az Amplifying Matrix-el, vagy akárhogy is hívek ezt a cuccost. Nem jött össze sajnos. De azért jó gondolat volt, ezt mindenképpen meg kell adni neki. 3 és 3/4 perc van hátra, látjátok, hogy csigalassúsággal, de haladunk előre. Megpróbáljuk áttörni a védelmet. Nagyon sokszor elfogynak azért a szövetségesek, és akkor így egyedül vagyok. Szomorúan nagy magányomban egyedül maradok. De aztán végül minden jól alakul. Meglátjuk, hogy ez a meccs is jól fog alakulni egyébként. De mert nem sokára itt van az epizód vége, hogy összegezzem Baptiste-ot. Nekem kifejezetten tetszik. És legyen legalább ennyire jó és jól átgondolt a következő hős, a 31. hős, akit nem sokára megkapunk elvileg. És akkor én nagyon boldog leszek. 2,5 perc van hátra, nem tudom, hogy sikerül-e végül elfoglalnunk a pontot. Remélhetőleg igen. Látjátok, hogy azért keményen küzdünk. Keményen küzdünk. Nagyon szép védelme van az ellenségnek. Hát ez nyilván jó Baptiste-nak is köszönhető, ami azért nem a legszebb dolog a világon. Próbálom ott életben tartani a szövetségeseket, a csapattársakat. Ő most elmenekült, mert hogy ott ugye van egy medipack. Azt ment felvenni, és itt azt látjátok, hogy egyszerre próbálom életben tartani az Immortality Field-del a szövetségeseimet, annak ellenére, hogy ott van egy ulti, és aztán jött egy másik ulti, azért nem tudtam életben tartani. Utolsó push következik, 1,5 perc van hátra, vajon sikerül-e bevinni, vagy nem, 2 ulti is, hogy itt van az én ultim és a szimmetráé. Én itt igazából azt hiszem az Immortality Field, nem, ezzel a Matrix-sal segítettem a támadást, azért dicsért meg a játék ilyen kis betűkkel, és gyakorlatilag majdnem, hogy mindenki sikerül leszedni. Úristen, mi történik? Ott van még egy-két ellenség, de egyenlőre jól áll, senki nem kontesztelje a pontot, most kontesztelik, ott kontesztelik, de meghalnak. Nagyon kivettem a részemet ebből a végéből, és megnyerjük. Ugyan nincs play of the game, de azért szép volt. Lássuk a lootboxokat. Hát ennyi volt gyakorlatilag, láttadok itt legendary skint, ennyi volt Baptiste, és akkor most vessük bele magunkat a lootboxokba. Nem lesznek a legjobb nyitások, úgy érzem. Hát itt egy darab kék jött ki, az is egy player icon. Voice line nagyszerű, igazából nem tudom, én nem mindig elfelejtem aztán a voice line-okat, pedig van néhány egész jó voice line, de talán az egyik legrosszabb dolog a játékban, amit így hozzáadtak, mint kioltható cuccokat. A spray meg a második legrosszabb dolog. Nem, nyilván a player icon a legrosszabb, de a spray ott van a harmadik helyen. Hát, ha a második kicsit jobban sikerül, ott már van 2 kék! A szerencse gyermekei vagyunk. Hát az egyik egy, úgy látom, hogy csak az Orissa, ami igazán érdekes. Ez mondjuk tök jól néz ki, ez a skin. Ez kifejezetten jól néz ki. Kék színű skin, a kék színű érméből, vagy akármi is ez. A többi meg hagyjuk is.
Ennyi volt ez a sorozatom. Köszönöm mindenkinek, aki végignézte ezt a 30 részt. Nagyon királyok vagytok, nagyon szuperek vagytok, és írjátok meg, hogy van-e igény arra, hogy még egy utolsó záró részben beszélgessünk úgy összességében az élményeimről, vagy pedig engedjük ezt el. Nem az Overwatchot, és nem a PvP-nteket, csak ezt a hősös felsorolást. Ja, hogy van még egy? Úristen! Szerencse fiai vagytok! Egy újabb kék skin. Jézusom, mi van itt? Mert hogy tényleg actually kék skin. Ez egy ilyen 3 lootboxos cucc lett a végére. Szóval fogok majd jönni újabb Overwatch gameplayekkel, ne menjetek sehova. Inkább azok a meccsek, kifejezetten egy vagy két meccsről fog szólni, amik úgy érzem, hogy érdekesebbek, hogy jobban sikerültek voltak. És akkor találkozunk majd akkor. Sziasztok!